Mi az oka annak, hogy az egykor világélvonalba tartozó magyar mezőgazdaság lemaradt nem csak a világélvonaltól, hanem lassan a régiós versenytársaitól is? Megéri a kormány azon szándéka nekünk, hogy akkumulátorgyártó nagyhatalom legyünk? Mi a helyzet az újszegedi hajléktalanokkal? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ az e-heti meccéspontban. Üdvözlöm a kedves nézőket, én Fülöp Viktor vagyok, nem sokára kezdünk. Nos, kedves nézőink, itt is volnánk vendégeinkkel, Németh Ferenccel a Fidesz részéről. Szép napot! Fakelman Istvánnal a Mi Hazánk részéről. Szervusz! Tóth Péterrel a Néppártyán részéről. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! És rendhagyó módon a mi saját belső szakértőnkkel, Grund Félixel. Üdvözlöm a tisztelt nézőket! És hát ne is húzzuk tovább az időt, kezdjünk bele, hisz időnk az véges, és első témánk ezen a héten a magyar mezőgazdaságnak a helyzete lenne. És először is beszéljünk egy kicsit arról, hogy minek a következménye az, hogy az 1980-as években még világélvonalba tartozó magyar mezőgazdaság napjainkra nem csak a világélvonalból távozott, hanem lassan már a régiós versenytársakkal se tudjuk felvenni a versenyt. Egy példát, hogy hadd említsek, 1984-ben 70 millió baromfit tartottunk, még 2022-ben összesen 37 milliót, azaz majdnem lefeleződött a szám. Minek köszönhetjük azt, hogy hát közel se állunk azon a szinten, mint a 80-as évek közepén, amikor csúcsán járt a magyar mezőgazdaság, és először Ferit kérdezném meg. Hát a 80-as években egy KGST tagja voltunk, és akkor egy tervgazdálkodás volt, akkor mi termeltünk csirkét, aztán volt, aki meg nem termelt. Tehát így aztán voltak jó mutatók, majd beléptünk az EU-ba, és az EU-ba, hát hogy is mondjam, az EU-nak a többsége azt szerette volna, ami egy nagyon jó piac leszünk neki, és talán itt meg fogják erősíteni. Akkor, amikor Nyugat-Európában, mondjuk Franciaországban szőlőtelepítési támogatás volt EU-s forrásban, nálunk tőke kivágási támogatás volt, tehát nem mindig a legkiválóban sikerült ezt uniós szinten kezelni, hogy egységes legyen. És aztán pedig itt a Covid után megbillent egy kicsit a piac, én úgy látom. Nem mindenütt tartják be azokat az uniós szabályokat, amiket be kellene, mondjuk például a legeslegutolsó, amikor azért vitték Ukrajnából a gabonát Magyarországon, Lengyelországon, Szlovákián keresztül a fejlődő országokba, hogy ilyenne hajjanak, csak közben itt eladták. Fölháborító. Hoztak jogszabályt, most már nem lehet, génkezelt, módosított, vegyszerezett, mindenféle baja volt azoknak. Nyilván beborította a magyar búzapiacot, az árakat megroppantotta. Nem tudom, fognak-e jövőre a gazdák ezek után búzát termelni. Tény, hogy most az unió kénytelen volt egy 100 milliárdot, ha jól tudom, ennek a kompenzációjára ide fordítani. De azt látom, hogy a magyar ember ezen a területen próbál jogkövetően normálisan dolgozni, tisztességes árut termelni, és érkezik ide nekünk a mesterségesen növesztett tápokkal fölhízdalt csirke, disznó és egyebek, amikből már nem lehet készíteni például olyan normális szalámit. Olyan magas a víztartalma, hogy ezeket nem lehet már ilyenre használni. És a piac viszont olyan, hogy oda kimennek, és amelyik az olcsóbb, azt veszik. Nehéz helyzetben van a magyar mezőgazdaság, de azért, mert tisztességesek a magyar gazdák elsősorban azért. István, te mint szakmabeli is, mint gyakorló mezőgazdász. Hát, köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy tűnik, hogy ebben a vágalatban katyvasz van. Mintha egy káosz lenne, pedig mindennek megvan a maga röngye. Ugyanúgy, mint ahogy a természet adta lehetőségként, természetközeli életmódot folytatóként, röggel főkelök, este lefekszök, nappal termelök, éjjel alszok, megvan mindennek a röngye. Ez valóban működött úgy, ahogy az előbb említetted, és minthogyha arra ösztönöztek volna bennünket, hogy minél inkább a termelési potenciálunkat adjuk föl. Ez volt valóban a tőkekivágással, utána volt a szarvasmarha kivágással, magyarul a tehén kivágással. Ez azt jelentette, hogy kapott mindenki egy 10 000 forintot azért, hogy vágassa ki a tehenét, akkor megszűnt ugye a tejtermelés. De hogyha ti említettél én nekem csirkéket, baromfiakat, hogy mennyi van, akkor elmondok egy olyan vidék stratégiát, amely éppen hozzátok kötődik,
Ugye 2012-ben hirdettétek meg a Nemzeti Vidékstratégiát, és ennek az egyik szegmense az volt, hogy 6,5 millió disznóból legyen ismét 6,5 millió, 2012-ben volt 3,5, úgy sikerült ezt 10 év alatt megcsinálni, hogy 2,5 millió lett. Tehát úgy tűnik, mintha nem is lenne gazdája ennek az egésznek. Hát hogy lehet az, hogy egy ilyen jó természeti adottságokkal rendelkező ország, mint a hazánk, és annak termőtalaja, amelyen megtermelhető például a krumpli, importra szorulunk, ilyen őrület még nem volt soha azelőtt, vagy a vöröshagyma lassan el kell felejteni a makói vöröshagymát, vagy a fokhagymát, kínai fokhagymát teszünk a kóbászokba. Erről cikkeztek amit, is? Erről írtunk már elég sokat. Teljesen igazad van abban, Feri, hogy azokkal a fölpumpált jószágok, amelyeket zárt körülmények között intenzíven nevelünk, soha nem adnak olyan élelem alapanyagot, mint a paraszti gazdaságban, a kistermelőknél, a háztáji gazdaságoknál van. Volt. Ezt az integrációt fölrobbantották, jelen pillanatban nincsen integrátor, aki a termelés biztonságért, az értékesítés biztonságáért felelősséget vállalna, hiába alakultak az új tészek, hát azok is átverték a gazdákat. És egy dolog hiányzik még nagyon, a feldolgozóipar. Tehát mi megtermelünk valamit, én nekem van otthon jószágom, és tartom, és meg tenyésztem is, mint ahogy te említetted, hogy termelünk, vagy nem termelünk, vagy hogy legyen. Igenis, a háztáji gazdálkodás, az önellátásra buzdítok mindenkit. Aki ezt a tévét nézi, ti nálatok, akkor arra buzdítom, ha lehetősége van annak mértékéig, kertészködjön, kis állatot tartson, vagy társuljon olyan helyre, ahol ennek a lehetősége megvan, és akkor ő élelmet fog előállítani, amit nyugodt szívvel lehet a gyerekeknek, az unokáknak, meg az időseknek adni, nem pedig élelmiszert, amely úgy keletkezik, hogy ezekből a fölpumpált jószágokból azért, hogy mögné rohadjon, és lehessen tényleg készíteni kóbászt belőle, vagy netán szalámit is, akkor ezekhez annyi vegyszert hozzá kell adni, amit a magyar élelmiszerkönyv enged. 113 féle nyavaját enged bele a magyar élelmiszerkönyv, amit elfogadtak még valamikor régebben, de ezzel nem változtattak semmit se. Abba mindenféle vegyszer, meg mindenféle nyavaja benne van, az ezüsttől kezdve, akár mit mondhatok még, rengetegféle színezéket, tartósítószert, minden. Térjünk vissza a normális élelmiszer ellátáshoz, és annak az egész termelési, feldolgozási és kereskedelmi integrációjához. Nagyon érdekes adatot itt, hogyha már a háztáji gazdaságok szóba kerültek, még a szocializmus időszakában a teljes földterület mindössze 14%-át tette ki a háztáji gazdaságoknak a száma, miközben a teljes mezőgazdasági termelésnek a 35%-át adta, tehát rendesen felül termelt, mint a szocialista nagyüzem. Péter, neked is továbbra is áll a kérdés. Azt gondolom, hogy amivel Feri kezdte, hogy a KGST tervgazdasága és az uniós gazdasága összehasonlította a magyar mezőgazdaságot, az igazából ugyanaz, csak nem 5 éves ciklusokban gondolkodik, hanem 7 éves ciklusokban az Európai Unió. A valódi probléma az tényleg inkább ott van, hogy az úgynevezett rendszerváltás óta az elmúlt 33 évben gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy Magyarország a saját belső piacát nem képes ellátni. Tehát ez tényleg döbbenet egy olyan mezőgazdasági országban, mint Magyarország. Tehát egy laikus ránéz a Csonka Magyarország térképére, látja, hogy több mint 60% a mezőgazdasági terület kis hazánknak. Tehát ilyen szempontból eléggé adott, ennél jobb arány mondjuk már csak Dániában van ilyen szempontból. És a kihasználtsági fok az egyre rosszabb, ahogy István is mondta, tehát itt a különböző mezőgazdasági szektorokat lehetne hozni, tehát egészen döbbenet az, hogy például cukrot nem állítunk elő, az összes cukorgyárunkat felszámoltuk az elmúlt 3 évtizedben, lényegében eltűnt, de az olyanok, amit említett a hagymával kapcsolatban, itt a közelünkben Makó, ugye hagyományosan ennek a
vidéke volt, de hát ugye, ami még így köztudatban van, vecsési káposzta, most az a kapcsolatban, ha elmegy valaki vecsésre, akkor parkolókat lát, mert ugye Ferihegy mellett egyszer áttértek a gazdaságokba arra, hogy ilyen transferparkolókat nyitnak a helyiek egy mezőgazdasági terület közepén. Tehát olyan strukturális változás szenvedett el a magyar mezőgazdaság, hogy ennek a helyreállítása nagyon kétséges, és ráadásul én szerintem egy generációs hiányzik belőle, és itt hatalmas bűnei vannak a Fidesznek ebbe, mert amikor második ciklusokat elkezdték egy olyan kiváló mezőgazdasági szakemberrel, mint Ángyán professzor úr, gyakorlatilag, mivel nem kedvezett az oligarcháknak és a nagy gazdáknak, ezért a Fidesz egyszerűen eltüntette, ellehetetlenítette a professzor úr tevékenységet, mert tudott nemet mondani a nagybirtokos rendszernek, sőt, hát az ő optimális elképzelése az volt, hogy a családi gazdaságok jöjjenek, ami egyrészt generációs utódlást is biztosította volna, ami rendkívül fontos ebbe a szektorba. Tehát a Fidesznek elérhetetlen bűnei vannak ilyen tekintetben, hogy ezzel a szektorral is mit tett. Erre majd válaszolnom kell. Én vagyok itt a belső szakértő, én először is így összegezném kicsit a elhangzatokat, hogy azt láthatom, én most így, mint kicsit laikus a mezőgazdaságban, hogy itt azért egyetértés van a felek között abban, hogy súlyos problémák vannak a mezőgazdaságban. Én a EU-t hoznám be kicsit, mert mégiscsak egy fontos szereplő, és itt rá is csatlakoznék a Tóth Péterre, amit elmondott, hogy generációs bajok vannak, hogy valóban hogy nem tudják megfogni a fiatal korosztályokat, nem tudják integrálni ebbe a mezőgazdasági termelésbe. Én olvastam a közös agrárpolitikának, ugye az EU-nak a honlapján itt találhatók több elképzelés, hogy mit kellene csinálni, hogy mi lenne a megfelelő, hogy mi lenne az, amit minden országnak követnie kellene, és ott azt látom, hogy a közös agrárpolitikán belül valóban a generációkat, a fiatalabb, ifjú, tehát a 40 év alatti termelő, vagy fiatalokat kellene megfogni, valahogyan integrálni a mezőgazdasági termelésbe, de erre az eszközök úgy néz ki, hogy nem nagyon állnak rendelkezésre. Tehát azért ez ne legyen szerintem senkinek se illúziója azzal kapcsolatban, hogy csak Magyarországon vannak ilyen problémák, hanem például sokat példáulóztak a közös agrárpolitikát, amikor olvasgattam az EU honlapját, Franciaországgal, hogy ott is ugyanezek a problémák vannak. Ott azt a megoldást találták ki, hogy egyrészt nyilván támogatni kell a fiatal mezőgazdászokat, és ezt új módon kell, hogy nekik külön, tehát nem az áron belül kell őket támogatni, hanem az áru előállítását, tehát tőkét kell ebbe a ágazatba pumpálni. Másrészt meg hát a digitalizáció a mezőgazdaságban is. Szóval azt elvárni szerintem a háztáji visszahozatalát a mai körülmények között, amikor hát nem az, hogy olyan területek nincsenek, amik az éhenhaláshoz sok, meg megélhetéshez kevés, de még az éhenhaláshoz is kevés már szerintem, amikor a területek most egy átlag magyar ember számára rendelkezésre állnak. Én ezért nem vagyok híve ahhoz, hogy visszálljunk a háztáji termelésre. Én ezért úgy tényleg csak laikusként, amit olvastam a közös agrárpolitikáról, jobb lenne, hogyha a modernizáció felé indulnánk el, csak erre a kérdés, hogy van elég tőke. Nyilván ez nyilván egy súlyos hátráltatója ennek a kérdésnek. Csak egy rövid reagálás, egy kérdéssel kezdem. Kinek van agrárvégzettség a jelenlévők közül? Legen. Tegye fel a kezét. Legen. Köszönjük. Jó, akkor így tudok beszélni róla. Tehát a mezőgazdaság nehéz helyzetben van, de kétségtelen tény, hogy volt, amikor búzát égettek a gazdák, mert sokkal rosszabb volt a helyzet. És akkor az itthoni szabályozók miatt volt sokkal nehezebb helyzetben. Ne feledjük, hogy az egyik társadalmuk, amiről szóltál, hogy a fiatalok elmennek faluról. Kezelni kellene, de be akarnak menni a városba, ott akarnak élni. Most a falusi csok megjelenése miatt, hogy elkezdték fokozottabban támogatni, most ezért támadják a kormányt, hogy miért falura viszi a pénzt. Azért, hogy valamilyen módon próbáljuk ott tartani. Olyan, a unióból érkező pénzek legnagyobb hányada az agráriumba megy. Tehát az nominális, megnézzük, a legnagyobb hányada az agráriumba megy, a mindenféle támogatásokkal, segítséget, tehát rengeteg megy oda, és többek között csak mondom, hogy amikor érzékelik, hogy valami gond van, akkor most például tavaly volt asszály, akkor most idén a vízi nem kell fizetni. Tehát azért, hogy mindenféle eszközt, ami a kormánynak a mozgástere próbál használni. Tehát ez a társadalmi kérdés, hogy a fiatalok azok nem akarnak falun élni, bemennek városba, egyetemre mennek, azt nem akarnak az emberek. Másik egy gazdasági kérdés, és Péternek nagyon sok mindenben van igaza, csak a időpontokat szeretném tisztázni, mikor adták el a cukorgyárakat, mikor
rontották el a magyar feldolgozó ipart. Akkor a Fidesz nem volt kormányon. Ezt érdemes tisztázni. A szegedi konzervgyárat, amikor eladták, nem a Fidesz volt kormányon. Ezt egy privatizációs minisztérium még a baloldali kormányok idején a rendszerváltás után ott el körülbelül másfél-két ciklus alatt, és ezzel elvesztette a piacát. Tehát az, amikor Szeged környékén rengetegen termeltek és behorták egy feldolgozóipari központba, ahol 100 tonna számra tudták feldolgozni a paprikát, zümölcsöket, gyümölcsöt, és ez bezár, akkor megroppant ez a struktúra. És utána ezt újraindítani, újraeszteni úgy, hogy közben nincs felvásárló terület, ahonnan ezt vigyék tovább, rendkívül körülményes. Miközben a nyugatiak azért zárták be a mi gyárainkat, hogy ők letermeljék ezeket a termékeket, és ide behozzák olcsón a multi kereskedelmi láncokon keresztül. Ez egy összetett probléma, és nagyon nehéz azt mondani, hogy most ezért a Péter, vagy a te, vagy ő, vagy én vagyok a hibás. Ez egy hosszú folyamat, amelyben Magyarországnak nem azt a szerepet szánta a Nyugat-Európa, hogy jól keressen vele, hanem azt, hogy először piac legyen, ahol adja a termékeit. Ebből próbálunk fölállni. Most vásárolunk vissza a cukorgyárat, például újraindítjuk, nem vissza, újraindítjuk a cukorgyárat, beindul a termelés. Tehát nagyon sok mindent tesz a kormány, csak amit biztos nagyon nehéz megcsinálni, egy ilyet megoldani két nap alatt, amikor uniós kvótákról van szó, szóval nagyon-nagyon nehéz ezt keresztül vinni. Ne felejtsünk el egy nagyon fontos dolgot, az, hogy 94 körül, amikor a kárpótlási törvény megszületett, akkor egy osztatlan közös tulajdonforma alakult ki. Ez azt jelenti, hogy nem volt gazdája. Illetve volt gazdája, de annyi, hogy nem tudtak gazdálkodni, vagy olyan öregek voltak, nem ott laktak, stb. És ez azt jelenti, hogy a 9,3 millió hektár Magyarországnak a jelenlegi területe. Ebből igaz, hogy 6,5 millió hektár körülbelül a szántó terület, a művelhető terület. Na de az, hogy ebből az egészből 2 millió hektár még mindig osztatlan közös tulajdonban van, ez az elmúlt 30 év politikai bűne. Mert hogy nem lehet azt a, akár nem lehetett akár önkormányzati szinten, akár más szintökön, jogszabályi szinten elrendezni, ez ugye egy óriási nagy mulasztás, ezért aztán egy kicsit gazdátlanná vált ez a terület. Nem értök egyet a közös agrárpolitikának ennek azzal a részével, hogy inkább a háztáji gazdálkodás ne jöjjön elő. Minél inkább távolodsz el a mezőgazdaságtól, annak a termelési, feldolgozási részétől, annál kiszolgáltatóbbá válsz. Nézd meg ezt, ami a Covid idején történt, amikor balhé volt, meg bezárták, hogy úgy mondjam, kijárási tilalom minden. A legnagyobb nyugalomban mi, akik a tanyán gazdálkodunk, még élünk, mi jártunk, mert én füttyet hányok arra, hogyha két hétig nem lehet kimenni, nem érdekül. De te, aki esetleg nem tudom pontosan milyen körülmények között vagy, és élsz, esetleg bent laksz, vagy aki ott lakik, vagy mondjuk egy panelba, abban a pillanatban nagy bajba kerül. Tehát nem értök egyet a közös agrárpolitikának azzal a részével, hogy inkább csak a modernizáció fele menjünk el, mert fújhatod a legjobb gépeket akkor, amikor egy ilyen aszályos időszakban, meg akkor, amikor egy ilyen klímaváltozásban vagyunk, és azon kell gondolkodni, hogy a Duna-Tisza közi homokhátságot, ezt a 800 ezer hektárt, hogy mentsük meg attól, hogy ne csak félsivatag legyen, hanem már sivatag legyen. Ettük ő most megmenteni. Erre most van egy terv, van egy 4,4 milliárd forintért csináltak egy tervet, de nekünk meg az a feladatunk ebbe, hogy ennek, hogy ez meg is valósuljon, mert az, hogy a fiókban megint oda megy egy terv, annak semmi értelme nincs a pénzkidobáson, meg a szemfényvesztésen kívül. Mindenféleképpen szeretnék két dologgal foglalkozni. Az egyik az, hogy ugye gyakran fölkerül, meg itt is előkerült, hogy a magyar termékek jobb minőségűek, mint a hozzánk beérkező uniós termékek adott esetben, illetve egy kérdés itt a magyar mezőgazdaságnak a pozícionálásáról, mert hát két elképzelés van itt a magyar mezőgazdasággal kapcsolatban. Az egyik az, hogy folytatódjon tovább a nagybirtokrendszernek a koncentrációja, hiszen így nagy területen versenyképes gazdálkodók tudnak az európai versenytársaikkal felvenni a harcot. Míg a másik pedig, ez a Raskó Györgyféle elképzelés, a másik pedig ugye az Ányán Józsefi elképzelés, ez a családi kisbirtokrendszerbe gondolkozás, ami viszont hátráltatja a versenyképességet, de Ányán szerint nem is ezekkel a termékekkel kell versenyeznünk, hanem a kiskiszerelésre és prémium termékekre kéne ráfeküdni a magyar mezőgazdaságnak. Itt először foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy jobbak-e a magyar termékek, és akkor Ferenc.
beszéltem olyan szakemberrel, aki tartanak háztájiba disznót, megnézték, hogy ezek a másik területen lévő, ahol táppal, takarmánnyal növelik, döbbenetes a napi növése az állatnak, tehát olyan rettentően köti meg a vizet a fehérjével, hogy egyszerűen nem lehet normális szalámit készíteni, nagyon-nagyon nagy a szárnyak tartalma. Én azt gondolom, hogy nem jó minőségűek. Ezzel kérdés nincs, magyar vagyok, szeretem magyar terméket, én ezekhez ragaszkodom általában, ezért járok ki a Mastérre vásárolni, hogyha lehetséges. Mastérre. Így van, a Mastérre járok, hogyha lehetséges. Megvannak az megszokott partnereim, akikhez szoktam menni. Bízom benne, hogy ők a onnan hozzá, tehát látom, hogy milyen termék. Hogy ez hogy lesz versenyképes? Hát a fiatalotnak mondom, hogy lehet-e önfenntartó manapság az ember, hogy megtermel, ami neki kell. Lehet. De az életszínvonal így le fog menni. Régen a gazda kint falun megtermelt, ami kellett neki, és nem kellett neki szinte semmit venni. Csirke, disznó, tojás, zöldség, mindent megtermelt maga körül. De nem volt neki iPhone-ja, nem volt neki műholdas tévéje, hajnalba kelt, késő estig dolgozott, és egy nadrágja volt neki egész nyáron, amiben dolgozott. Tehát az egy nagyon alacsonyabb életszínvonal, amelybe átállunk arra a mezőgazdasági életre, ahol csak magunkat el tudjuk tartani. Covid idején nagyon jó, megterme, ami kell, de az ember be akar menni a városba, és onnan ki akar járni a hétvégéket, ez nem működik. Ez nem működik. Abból nem lesz iPhone, meg modern gépek, meg műholdas szántás vetés, amivel be fogom állítani. Tehát a kettő nem zárja ki egymást. Csak amikor az egyik oldalon van a kisháztály, ahol megpróbálnak jó minőséggel termelni prémium terméket, és erre ráállni, akkor a másik oldalon meg kell teremteni azt a tömegtermelést, amellyel el lehet látni a teljes magyar lakosságot, és nem vagyunk kiszolgáltatva arra, hogyha valami baj van a határa, mondjuk lezárják a határokat bármi miatt, száj és körönfájás, migráció, bármi miatt, akkor nem mozog át a határon semmilyen termék, és ellátási zavaraink vannak. Tehát meg kell teremteni a tömegtermelést is, a kettő nem zárja egymást. De amikor a nagy területeken elkezdenek dolgozni, akkor vagy integrátorra dolgoznak, és akkor nincs bizalma a gazdának, mert húha az le fog engem húzni, vagy összerakja valaki, és akkor meg húha az oligarra, hogy mondta Péter. Tehát ebből a kettőből lehet választani, hogy vagy nem bízunk benne, vagy oligarha, de akkor nincs ellátás. Ha pedig kicsibe termelünk, akkor meg olyan a termék, hogy az megfizethetetlen tömegek számára. Orosz piacról beszéltünk, nem most Peti, még a háború előtt, megnézték a paradicsomot, azt mondták, gyönyörű, ilyen kell nekik. Ő nagyon, mindenki boldog volt, megnézték a paradicsomot. Azt mondták, hogy ebből kell nekik 20 kamionnal. Nagyon boldog volt mindenki, akik ott voltak termelők. Azt mondták, hetente. Nem tudnak ennyit termelni. Tehát Moszkva egy 10 milliós város, ahol van több tízezer üzlet. Oda kivinni egy láda paradicsomot, tehát olyan mértékű, hogy magyar ember föl se fogja. Tehát arra, hogy te termeljél Nyugat-Európára, vagy Kelet-Európára, nagy tételbe, nem lehet háztályi viszonyok között, reménytelen. István. Hát az, hogy milyen a magyar termék minősége és a külföldi termék minősége, azt tudom mondani nektek, hogy nálunk a nébihőn köröztül és a különböző ellenőrzési láncokon köröztül szabályozva van, mit lehet adni a jószágnak, mit lehet adni, mekkora területünk tartani, négyzetméter, mindenféle dolog meg van határozva. Csak példának mondom nektek, hogy ha spanyol portékát láttok a piacon, meg ne vegyétek, mert az Marokkóból származik. A spanyoloknak a termő egyik bázisa Marokkó, Afrika, amire nem vonatkozik, semmiféle szabály, semmiféle vegyszerfelhasználási szabály és technológiai szabály. Vagy nézzük meg, te említetted az előbb az ukrán gabonát. Nézzük meg az ukrán gabonát, amit ide behoztak, elvileg rajtunk köröztük előtt volna elvinni Afrikába meg az éhezőknek. Erre maffiák rászálltak, bestokizták ide a raktárainkba, majdnem azt mondom, hogy elfoglalták a helyét a mostani termésnek, ami ugye néhány nap múlva, sőt már az Árpát elkezdték aratni, és lehet, hogy nem lesz esetleg helye, azt akkor el kell adni, hogy úgy mondjam, a tarlótól a kombájn alól, és annak az ára 5000-6000 forint között lesz. Most jelen pillanatban 10-15000 forint között van egy mázsa gabona, csak tudjátok. Tehát azt a mennyiségöt, amit beengedtek és ellenőrizetlenül hagytak, hogy a raktárakba berakják, ez óriási hiba volt. Tehát nem 9 hónap után kellett volna ráeszmélni arra, hogy te jó Isten, megtelt az összes raktárunk ukrán olyan gabonával, ami követhetetlen minőségű, GMO-s, amely genetikailag módosított szervezet, tehát jelent a GMO, és ezt termelik, mi az Istenben, Ukrajnában. Na most, ha Ukrajnában ilyet termelnek és ide jön hozzánk, már is ez a mentességünk már szerte foszlott, de szerte foszlott minden sertés nagyüzemi
istálókba, meg minden csirkeholba, ami nagyüzemi. Tehát ott a takarmánynak, takarmányban levő szójának a 85%-a génmódosított takarmányból áll. Na most ez azt jelenti, hogy amit a bódba robbantott csirkéként veszek, az GMO-s takarmányból előállított robbantott csirke, amelynek a egészségügyi, humán egészségügyi következményeit nem ismerjük pontosan, de hogy nem jó, az biztosan. Hát azt tudom mondani, abban egyetértve pusztán, hogy az arányokat meg kell találni. Meg kell találni az önellátás arányát, a fönntartását a munkahelyen való dolgozással, és meg kell találni a gazdálkodásba is, a háztáji gazdálkodásnak, a kistermelésnek és a nagyüzemi ellátásnak az arányát, de olyan módon, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztek se. Péter? Én csak annyival egészítem ki Istvánnak a mondandóját, hogy a, és nem háborús kérdést csinálva a mezőgazdaságból, hogy azt a szennyezett ukrán gabonát, ahhoz vitt ki pénzt Novák Antalin köztársasági elnök egyébként Zelenszkijnek közel 2 milliárd forintot. Tehát azért is fizettünk, hogy beszennyezzük a gabonát, amit végigment adomány címszó alatt és egész Kelet-Közép-Európát lefertőztet. Szóval ez vérlázító ilyen szempontból. Az, amit meg Feri mondott, hogy szembeállítja a nagy gazdaságot a kis családi gazdaságokkal, és gyakorlatilag azt mondja... Nem, egymás mellé raktam. Egymás mellé, de hogy akkor a nagy termelést a nagy gazdaságok biztosítják. Na most ennek az lehet a következménye, Feri, amit elmondtam, hogy a belső piacunkat sem látjuk el. Tehát akkor ez sem működik. Tehát azt látjuk, hogy itt, ha nem a szőlőtőkéről kell beszélni, hanem konkrét tőkéről, ami landol fideszes zsebekbe a mezőgazdaságon keresztül is. Ez történik, és ez vérlázító. Erre már tényleg nem lehet más megoldást mondani, mint hogy ennek itt és most vége. Tehát snit. Ezt a kormányt el kell takarítani, mert máshogy nem lehet ezt megoldani. Itt egyetlen mondat csak ehhez, tehát a jelenlévő közül kettőnknek van agrárvégzettsége valamilyen, a Péternek nincs, ő ezért politizál és ilyeneket tud pofogatni, köszönöm. Ne haragudj, Feri, ha személyeskedsz meg, nagyon nem, szépen meg szokta tenni ezt közgyűlésen is, amikor nem tudok rá válaszolni. Egyrészt, mióta van az, hogy te beszélsz olyan dologról, ami nem végzettségethez kapcsolódik? Beszélsz egy csomó olyanról. Tehát ez mióta ahhoz kötött? És ráadásul a mezőgazdasághoz, ne arra, hogy település területfejlesztő geográfusként, hadd lássak rá már a mezőgazdaságra is. Tehát lehet, hogy valami agrár diplomád van, nem tudom, nem is érdekel. Nagyon-nagyon alacsony van. Nagyon alacsony. Nagyon jó. Alacsony van. Jó, de figyelj, nem ez érdekel, de ha személyeskedsz, akkor légy szíves úriember módjára, és akkor ne ilyen gagyi módon, ahol ráadásul magadat járatod le. Az a kormány milyen hülye, és pusztuljon el, és meg kell buktatni. Ezt gondolom, ez a szakmától való eltérés. Amikor a magyar emberek életét tönkre teszi, arra ez a megoldás. És nem mondtam, nem használtam ilyen szavakat. Légy szíves, ezt ne tedd a számba, de ha akarod, nagyon szívesen, hogyha a tömeg és a nép megindul, akkor lesznek ilyen szavak is. Urak, kicsit túllépve akkor a személyeskedésen, Félix, és utána pedig új téma. Nehéz dolog, hogy rásúzod a beszélgetést ezek után. És legyen béke. És legyen béke, persze. Szóval csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a pápai húsüzemnek volt azt hiszem egy igen súlyos káváriája 2020-2021 során, hogy pont az volt a baj, hogy ők tényleg jó minőségű magyar termékeket állítottak elő, de egyszerűen a vásárlók nem vették ezeket a termékeket, ugyan még a nagy felvásárlókat még meg is tudták győzni, vegyék meg ezeket a árukat, ők nem tudták utána ezeket tovább értékesíteni, mert a magyar emberek nem vették meg ezeket az árukat, és ennek mi lehet az oka? Ezzel ők is foglalkoztak nyilván, és az jött ki végül is szegre-végre, hogy azért, mert még mindig drágább, mint ami külföldről jobb. Lehet, hogy rosszabb minőség a külföldi, de egyszerűen olyan iszonyatos az olló, vagy mi az elszakadás a külföldi, a magyar áruk között, hogy megengedhet. Nem tudják megengedni maguknak a magyar emberek, és én azt gondolom, hogy
valahol erre kellene a megoldást találni, hogy az lenne persze a legjobb, hogy a magyar állam minél, vagy a magyar állam területén minél több és minél önállátóbb legyen a magyar mezőgazdaság, de megfizethető áron. Tehát amit a Viktor is feltett a kérdés, hogy ez a baj, hogy prémium áru, és ez, hogy prémium áru, ez tökre rendben van, de megfizethetetlen is. A prémium áru kiváló minőségű magyar libamájról a franciák kezdtek el mindenféle cikkeket készíteni, hogy sanyargatják a szerencsétlen magyar libákat, és ettől aztán megnövekszik a májuk, tehát valami eszméletlen kampányt tudtak bele. A tömés miatt így van, hogy micsoda ember. Szentes Hungarit. Így van, a Hungarit ebbe borult bele, és az egész magyar libamájpiac megborult azért, mert egy jó marketing stratégiával nekiálltak, és oldalba rúgták a magyar libamáj termést. Mindenütt tömik a libát, különben nem lesz nagy a mája. Nekünk is ezt kellene csinálni. De ezzel megroppantották, tehát egyszerűen nekünk jöttek állami szinten. Itt most a libákon kicsit menjünk túl, mert tényleg nagyon szorít az idő minket, és térjünk át az aksi gyárak témájára, és hát most már szinte hetente jönnek a bejelentések, hogy ezen a településen is aksi gyár lesz, itt is aksi gyár, ott is aksi gyár, és hát itt nem feltétlen mindig övezi osztatlan öröm az aksi gyáraknak a bejelentését, és egy nagyon érdekes beszélgetést hallgattam a múltkor, ami arról szólt, hogy gyakorlatilag a kormány most egy iparpolitikai rulett játékba kezdett, és mindent egy lapra feltéve az akkumulátorgyártásra akarja nagyon ráhelyezni a hangsúlyt, és ezzel európai központjává tenni a zöld áttérés keretében az aksi gyártásnak itt Magyarországot. És akkor először Félixhez fordulnék, hogy kinek érheti meg, vagy hogy egyáltalán megéri-e nekünk magyaroknak, hogy akkumulátorgyár nagyhatalom legyünk. Hát igen, ez egy, megint csak itt felmerül az átlag emberből a kérdés, hogy, amit a Viktor is mondta, hogy kinek érheti ez meg valójában, mert ha elkezdjük így boncolgatni, egyből nyilván az ellenzék oldalról megérkezik ez, hogy ez biztos megint csak néhány NER oligarchának kedvez, és akkor itt megint csak sok kérdést kimondhatunk, hogy az emberek élete nem számít, mindent a NER, illetve a fideszes oligarcháinak a gazdasági érdekeinek kell alá rendelni. Ezt majd nyilván a Tóth Péter, illetve Németh Ferenc megvitatják ezt a kérdést, ebben nem szeretnék belemenni, de engem nagyon érdekel az a kérdés viszont, és ez szintén Németh Ferencnek szól, hogy a kormányit úgy látjuk, mintha valamilyen zöld politikai lépést tenne. A másik oldalt, hogy annyira tematizálva lenne, vagy napirenden tartaná a kormány ezt a zöld politikai kérdést. Tehát ha én jól tudom, amik ilyen nagyobb port kavartak, vagy egyáltalán megütötte a nyilvánosságnak a mércéjét, az Áder Jánosnak ez a podcastje, meg ez a Kárpát-medence kincseit őrizzük meg, természeti kincseit őrizzük meg. De ezen kívül, hogy mi a jelenlegi kormányzatnak a zöld politikai, nem nagyon tudnék egy-egy jelentősebb lépést tenni. Ráadásul úgy, hogy ez az akkumulátorgyár is érthető a magyarázata, de megint csak ott van az, hogy egyrészt a hogyha nem egyrészt, hanem abszolút ez, hogy nagyon-nagyon környezetszennyező, illetve még a magyar az embereknek az életét is veszélyezteti ez az akkumulátorgyártás. Péter? Annyi személyeskedés elhangzott, hogy nyilván, akkor én induljak abból ki, hogy ki az, aki tanult hidrogeográfiát, tök mindegy. Tehát csak fölcseszem az agyamat. A lényeg az, hogy vízgazdálkodási szempontból jelent komoly problémát egyébként az akkumulátorgyár. Például itt a szegedi földrajz tanszéken nagyon jó tanulmány készült, hogy ha Szegeden lenne egy ilyen akkumulátorgyár, akkor a megye vízfelhasználásának felét eltüntetné. Tehát olyan mennyiségű vizet veszünk ki, és hát gondoljunk a tavalyi évre, amikor ilyenkor már júliusra gyakorlatilag aszály volt, eltűnt a víz. És ezen a homokhátsági területen, hát itt még az első vízzáró réteg fölött találni vizet is csoda egy ilyen időszakban, és gondoljuk el, hogy mekkora mennyiségű vizet emel ki. Tehát ennek van egy nagyon komoly vízgazdálkodási problémája. Hát itt a környéken volt tervben Kisteleken, de aztán az le is került a napirendre. Hát az egy ilyen kormánypárti bohózat volt ott, amit a helyi polgármester, aki gyakorlatilag egy darab szavazata nyert, ott elhintett ezt a port, hát reméljük jövőre az egy szavazat az
jobb irányba fog fordulni, és Mészáros Gábor meg fogja nyerni a polgármesteri címet, de visszatérve a lényegre, hogy itt tényleg a víz felől kell ezt a kérdést megközelíteni, és amiket állítanak akár ott a debreceni akkumulátorgyár közelbe, hogy hogyan veszik rá a kormány közeli egyébként szakmai szervezeteknek mondható felső tiszavizéki gazdálkodás, aki elhiteti azt, hogy egyébként az a szürke víz milyen jó visszakerül a mezőgazdasági területre. Hát maradjunk abban, hogy finoman, hogy szakmailag is kozmetikázott anyagokat visznek a nyilvánosság elé, és persze ezen az emberek feldühönnek. Én azt gondolom, hogy ez a dű, ami egyre inkább benne van a magyar népben, ez jövő nyáron csattani fog, és nagyon bízom benne, hogy most már tényleg a kormány, mert látja mindenki ennek a felelősségét, hogy ezt a kínai akkumulátor gyártás és a kínai migráns munkásokat kiszolgáló kormányt el kell takarítani. Én onnan közelítem ezt meg, hogy minden egyes ilyen ipartelepnek talajra van szüksége, tehát valamilyen területre van szüksége. Az, amit mi láttunk Debrecenben, hogy milyen jó minőségű talajt vonnak ki a mezőgazdasági művelésből, ez aggályokat vet föl. A második kérdés a víz kérdése, ugye ott sincs víz elég ahhoz, hogy egy akkumulátorgyár működjön, annak infrastruktúrálisan be kell vezetni. A harmadik dolog az energiaigénye, olyan energiaigényes, ami miatt mi Pakson, meg a többi helyen azért termeljük az energiát, hogy ezeket kiszolgáljuk. Röviden összefoglalva és nem részletezve. A negyedik a humánegészségügyi kérdés. Hát akkor, amikor az ellenőrök rosszul vannak, egy pár óra múlva, akkor, mikor bemennek a gyárba, akkor mi van azokkal a munkásokkal? Az ötödik kérdés. Kik fognak ott dolgozni? Hatodik kérdés. Kinek hoz ez hasznot? Miért jó az, hogy több milliárd forintot beleöl ugyan egy külföldi befektető, egy kínai befektető csoport, a magyar kormány mellé ad valamennyit, az is milliárdokba mérhető, és utána, ha ugyanaz a konstrukció van, mint a különböző hiperáruházaknál, hogy hány százaléka marad itt a jövedelmüknek, akkor azt jelenti, hogy mi hoppon maradunk. Egyetlen egy előnyünk van, hogy létszámilag Magyarország nagyobb lesz, de az nem magyarok lesznek, hanem külföldieket hoznak oda. Tehát én azt mondom, erre az akkumulátorgyárra, ha Szijjártó Péter elmegy keletre, akkor akkumulátorgyár születik, ha elmegy más mélyen irányba, már még egy akkumulátorgyár születik, de most már nem is akkumulátorgyár, hanem különböző más megfogalmazások kerülnek, hogy csak összeszerelő, meg mit tudom én, műszaki, meg egyébként katódgyár, meg anódgyár, meg akármicsoda. Tehát ezt nem fogadja el a magyar ember, és előbb-utóbb ebből sajnos konfliktus lesz, mint ahogy volt is már eddig, és hogyha ez így halmazatilag még adódik össze, hogy ennek ellenére is csak erőlteti a kormány azt, hogy az akkumulátorgyár legyen, mert ez a jövő, meg ez a zöld a franc karikát zöld. Hát ekkora szennyezés, amit elvégez egy ilyen akkumulátorgyár, azt nem lehetne engedni. Ferenc? Hát most te kaptál bőven kérdéseket, és ebben nem vagyok szakember, Péter, képzeld el. Hát pedig azt hittem mindenhez is értesz, mindenhez is szinte, de 2012-ben voltam Győrbe egy konferencián, az iparkamarával, meg még néhány más szervezet, és ott az Audi is, és akkor merült fel ilyen kérdés az Audi felé. Porkai Zsolt is ott volt? Nem, ő nem volt ott. A gazdasági szakemberek voltak ott, és bármilyen is írítkeztek, sose fogsz eljutni olyan jaktra. Tehát, nem is vágyom rá, tehát, boldog családos ember vagyok. Tehát azon a konferencián akkor az hangzott el, hogy mi lesz, ha megjelennek az elektromos autók, akkor tönkre fog-e menni Győrbe az Audi, úgy, mint Amerikában ezek a rozsdaállamok, mi lesz az ő jövőjük. És az Audi vezérkar akkor azt mondta, hogy nem kell aggódni, ők már nézik a jövőt, és ha valahol gyárt, ugye tudjuk azt, hogy Európában egyetlen helyen gyártanak Audi-ben motort, Győrbe. Összeszerelés van máshogy is, de így gyártják. Azt mondták, hogy ha lesz, ott már azt mondták, nem hogy lesz, ott már azt mondták, készülnek rá, hogy hogyan építsék meg Győrbe az elektromos motor gyárat. És nézik, hogy hogyan fognak tudni hozzá akkumulátorokat fejleszteni. Tehát ha megszűnne egy biztos, hogy előbb-utóbb pont az uniónak a döntése miatt a belső égési motorok le fognak állni, nem lehet beengedni őket az unióba. Most ezt kitolták. Kitolták, de most, hogy 2030 vagy 36, teljesen mindegy, hisz
itt van 10-20 évre, ha 10-20 éven belül be kell zárni az Audit meg a Mercedes Magyarországon, most nézd csak meg a Mercedes-t, ha be kell zárni a Mercedes gyárat. 10 000 ember, aki Kecskemétre jár, látja, hogy mi a helyzet Kecskeméten. Amíg Mercedes gyár nem volt, egy lepattant kis település volt, most az egész föl van virágozva. Most megsértetted azért a Kecskemétieket. Nem, azt mondtam, hogy gyönyörűen fölvirágoztatták ezzel. Én voltam ott előtte nézni ingatlanokat, minden vendéglő eladó volt. Most tudod, hogy mi a helyzet? Egyiket csak akarják eladni, de így is az egekben van az ára. Tehát Kecskeméten rengeteg, több mint 10 000 munkahelyet rendelt csak a gyárba, plusz a beszállító terület, és rettentően fejlődik. Csak azt szeretném, hogy 10 év alatt így elhagyta a Szegedet a gazdasági fejlődésbe, a GDP-be is mindenbe, helyi adóba is mindenbe. Lekörözte Szegedet. Iparüzési adóba, így van, az IPA-ba. Ugyanez a helyzet Győrrel. Most ez fog történni Debrecennel is. Na most ezeknél az elektromos autóknál, és nem csak az autóknál, abba a laptopba, ebbe az órába, a telefonodba, a belsőzetbe, a kamerákba, mindegyikbe aksi kell. Ezek tudom, hogy nagyon károsak, mérgezőek, de nyugodtan alszol a fejed mellett az akkumulátorokkal és a lakásod tele van vele, békésen alszol, és akkor nem keseregsz. És amikor arról van szó, hogy hű, most akkor itt az itt fog készülni, egyébként az az aksi abba a gyárba, amely gyár egyébként Amerikába, most éppen ott épít, ezek a kínaiak ott építenek, Németország meg Franciaországba, és a német szigorú szabálynak megfelelően, és itt még erre tettek egy néhány méterrel több, magasabb elvárást. Tehát arról van szó, hogy vagy lesz valahol Magyarországon, és akkor a magyar gazdaság fejlődik, vagy maga az egész autóipar beborul, és kivonul Magyarországról, ebben lehet gondolkodni. Komoly a kérdés. Mind ugyanaz, mint a mezőgazdaságnál, kis gazdaság vagy a nagy gazdaság? Hát itt, jó, de itt nincs kis autó, nagy autó, te. Tehát, hogy érkezik az ígéret mindenhol, hogy ez nem fog káros hatást gyakorolni se a környezetre, se a lakosság egészségére, de ahogy itt is már felhozta, hogy voltak olyan ellenőrök, akik pár óra után rosszul lettek az üzembe, ugye ez a Bátony tenyerei, ilyen... Bátony terenyei, hát hibás aksikat szétszerelő üzem, amihez a magyar állam 3 milliárd forintot biztosított. Tehát, hogy itt volt ez, hogy többen is rosszul lettek. Ezt itt nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy már több alkalommal is megbírságolták ezt a koreai céget, egyébként dél-koreai cég. Legutóbbi alkalommal majdnem 32 millió forintra, de úgy tűnik, hogy mindig nevetve kifizeti, hiszen az osztalék alapján 1,5-2,5 milliárd forint között termeli a nyereséget, tehát egy ilyen pár 10 milliós büntetést röhögve kifizetnek, tehát hogy ezzel mit tud kezdeni a magyar állam, és vagy hogy kell-e kezdeni egyáltalán valamit? Kell vele kezdeni, ez nem kérdés, mert az ipari belemnek is vannak komoly szabályai, és ha nem tartják be a szabályokat, bírságolnak. Közlekedni is megvan a szabály, hogy olyan lehet, mégis egy jó páran átlépik. Tehát amikor valaki ittasan elgázol gyorshajtással egy biciklist, aki szabályosan közlekedett, akkor nem a szabályokban van a hiba, hanem az valaki nem tartotta be, szankcionálni kell. Én úgy tudom, ha a szankcionálásnál nem tartják be, akkor előbb összegekbe kerül, aztán bezárják. Tehát a dél-koreai céget kockáztatja, még a kínai meg se akarja ezt kockáztatni, nem jól akarja megépíteni, mert ez a dél-koreai cég, ez nincs Németországban, a kínai van Németországban. Olyan gyár épül itt. István? A magyar nemzet és a magyar népnek az évezredes történelme során egy pillanat csak az, hogy autók meg aksi gyárak voltak. Azelőtt nem volt ilyen. Mégis 1000 éven köröztül ez a magyar nemzet, ez virágozni volt képes. Nem vagyok nagyon megijedve attól, hogyha bármelyik autó gyár azt mondja, hogy valami ok miatt vége van, akkor nem az volt a probléma, hogy az kivonul innen, hanem nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk arra rá. Nagyon nagy felelősséget helyeztünk rá, mert mi az, hogy egy valami szektor kivonul, azt összeomlik az ország. Ha 1000 éven köröztül autók nélkül, meg akkumulátorgyárak nélkül volt képes ez a nemzet fönnmaradni, fejlődni, fölvirágozni, képesnek kell lenni, erre ezután is, és erre törekedni kell. Széchenyi ezzel vitatkoznak. Pont Széchenyi. Egy kis adalék, számítások szerint a magyar GDP-nek a negyedét adja jelenleg a járműipar. Nyilván ez egy kiemelt szektor, de annyit akartam mondani itt a történelemmel kapcsolatban, hogy van egy nagyon szép ilyen műszaki története a magyar autógyártásnak, és a 19. században egyébként a magyar fejlesztők voltak élen Jedlik Ányossal, és
sokkal közelebb álltunk a 19. század második felébe, hogy elektromos autók legyenek, csak az ipari forradalom volt az, ami ugye... Robban a motor elvitte. Így van, és a fosszilis energiákat helyezte előnybe, és ez egy közel 70 évig jegelte az elektromos autógyártás. Ugye a kormánynak volt is programja, ami Jedlik Ányosról volt elnevezve, ugye, amiben preferálta például a parkolás szempontjából a zöld rendszámos autókat, tehát hogy erre ösztönözze a lakossági, illetve a céges felhasználás, vagy céges felhasználásban is ezt ösztönzi azáltal, hogy cégautó adómentes a zöld rendszámos autót. Tehát látjuk ezeket az ösztönzőket, és Magyarország is, Európa is, és a világ is eltolódik ebbe az irányba, hogy le fog járni a robbanó motoroknak és a fosszilis energiáknak a használata, amit egyébként nagyon nehéz most elképzelni, mert magánfelhasználásban el tudjuk képzelni, de hát azért mondjuk nagy ipari gépeket mondjuk dízel nélkül megmozdítani, az egy kicsit... De előbb-utóbb elfogy a kőolaj. Világos, tehát egy véges rendszerről beszélünk ilyen szempontból, de sokszor ugye egy kicsit álságos is ez a zöld politika olyan szempontból, hogy valóban úgy van, hogy az István is elmondta, hogy ahhoz, amikor a zöld energiához szükséges akkumulátor gyártjuk, nagy energiát kell befektetnünk, azt az energiát el kell vennünk valahol, tehát senki ne úgy képzelje el azért a zöld energiát el, hogy az csak úgy van, az úgy lebeg. Tehát a napelemhez is el kell készíteni a megfelelő alapanyagokból. Tehát ezek ott vannak, és ezek nem ilyen automatikusan keletkező dolgok, nagyon kevés olyan energia van, ami máshonnan egyébként kevés befektetéssel jár, akár legyen szélerőmű, vízerőmű, hát hatalmas dolgokat, akkor is veszel energiát. De meg kell építeni, az is. Így van, tehát vonsz ki energiát, tehát ezeket azért, de még persze hozzáteszem, így is egyébként sokkal barátságosabb ez a felhasználás. De ezt megelőzően volt az, hogy a világban, főleg a 80-as évektől eltolódtunk abba, hogy atomenergiát használunk, de aztán láttuk, hogy az is mennyire nehéz, urán is azért egy véges készlet, dúsítani kell. Szóval halad a világ e felé, de azért mint minden fejlesztést azért óvatosan, szkeptikusan és körültekintően kell ezt figyelembe venni. Én ettől függetlenül nem gondolnám azt, hogy Kína, Dél-Korea, Egyesült Államok után Magyarország egy akkumulátor gyártó szuperhatalom kell, hogy legyen. Nekünk inkább az előző részben beszélt dolgokba kellene egy nagyon progresszív fejlődést mutatni, ez pedig nyilván a mezőgazdaság. Szóval nekem az a észrevételem, hogy egyrészt ezt a zöldítést, ezt ránk erőltetik valahol, valamilyen féleképpen az EU-ból ezt ránk erőltetik. De az sincs oké, hogy erre mi, a magyar állam egy erőltetéssel válaszolunk, hogy akkor a debrecenieknek is azt mondjuk, hogy nektek el kell fogadnotok azt, mert ezt diktálja a gazdasági törvényszerűség, hogy odaépítünk egyébként egy környezetszennyező gyárat a ti városotok mellé, és ezt nektek minden probléma nélkül ezt el kell fogadnotok. Tehát hogy szerintem ez a probléma, hogy ezt miért kellene nekik elfogadniuk? Ezt miért nem kell ezt figyelembe venni, hogy mit akar a lakosság? Persze nem arról van szó, hogy a debreceniek azt mondják, hogy nem akarunk olyan jól élni, mint a Kecskeméten, nem akarjuk, hogy olyan nagy gazdasági konjunktúra legyen a városunkban, mint amilyen Kecskeméten volt, de szerintem a debreceniek azt mondják, hogy azért mi mégiscsak egy európai, nyugat-európai állam vagyunk, itt kellene valamiféle más fejlesztést véghez vinni. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk csinálják meg az akkumulátorgyárakat a fejlődő országokban, mert hogy ott úgyis olyan elmaradottak az emberek, és ők majd úgyis olyan civilizálatlanak, nem erről van szó. Csak arról van szó, hogy szerintem lenne más megoldás, vagy legalábbis az egy elfogadható európai norma, hogy az embereket megkérdezik a véleményükről. És nem ezt látjuk, hogy ők véleményt nyilvánítanak, de senkit nem érdekel, úgy látszik, hogy miért kell rájuk kényszeríteni. Itt felhoznám, hogy az akkumulátorgyáraknak a lakosságon keresztül való sikeres átvitele miatt találták ki a köznélküli közmeghallgatásnak az intézményét, és hogy tényleg, vagy hogy bocsánat, nekem, mármint én úgy éreztem, hogy ez volt az egyik legfontosabb indok, hogy a botrányokat elkerüljék. Mit látok, hogy ezért találták ki tényleg ezt a köznélküli közmeghallgatást, vagy ez honnan jött ez a jogalkotói gondolat? Hát én amennyire ismerem jelen pillanatban a magyar önkormányzati törvényt, minden önkormányzat részére évente egy közmeghallgatás kötelezővé tesz.
hogy ez milyen formában, hogy történik, erre különböző koncepciók vannak, ugye Szegeden itt a bevált gyakorlat, hogy decemberben van, ez általában van egy adott téma, és utána a lakosság tudja elmondani a véleményét. Van, ahol egyébként testületi ülésekkel kötik össze, és egy külön napirendi pontba szerepel, de én megmondom őszintén, nem hallottam ilyen közmeghallgatás köznélkül. Hát ez jogilag is diszonáns társadalompolitikai szempontból meg értelmezhetetlen, mert ez a gyakorlatilag, mit tudom én, a visszahajtásos víz nélküli motor esete. Hát, hogy ismertessem a példát, Gödön megtartották ezt a köznélküli közmeghallgatást, ami úgy nézett ki, hogy aki akart hozzászólni, az 3 perc keretében telefonon keresztül mondhatta el, és amennyiben többet szerette volna beszélni, akkor újra kellett hívnia a számot, és vagy fölvették, vagy nem. István. Hát ezek ilyen kényszer megoldások, meg ez semmiféleképpen egy társadalmi egyeztetés felé hajló dolog. Itt azt kell eldönteni, hogy milyen stabil arányt adunk egy nemzet megmaradása és gyarapodása részére. Ez a vezető politikai réteg feladata és felelőssége. Hogyha az a felelősség és az a végzett munka, hogyha az Audi és a Mercedes kivonul Magyarországról, összeomlik Magyarország, akkor ez hibás stratégia. Akkor nem hibás stratégia, ha úgy megy el innen a Mercedes, meg a másik is, meg az autóipar, meg az akkumulátorgyárak, hogy nem omlik össze a gazdaság. Akkor jó az arány. Így eltúlzott az arány, és kockázatossá vált. Így egy nemzet stratégiai, gazdasági megmaradása. Kedves nézőink, mielőtt még Ferencnek megadnám a szót, ha a tévénézőktől most elbúcsúznék, innentől kezdve az adás folytatását YouTube-on nézhetik a kedves nézők, és a tévénézőktől ezúton elköszönnék. Sziasztok! És hát akkor folytassuk Ferenccel, tehát mi a vélemény a köznélküli közmeghallgatásról? Gödön volt egy közmeghallgatás, ami köznélkül zajlott, és volt nem sokkal később egy polgármester választás. Az a valószínű jobban tükrözi a véleményeket, mint egy közmeghallgatás, ahol elmegy egy bizonyos szűk csoport, azt akkor vagy háborog, vagy nem. A legnagyobb közvéleménykutatás valószínű egy választás. És ott azon a választáson az a kajakos fiatalember nyert, aki azt mondta, Kamerer, így van, aki azt mondta, hogy előre, és ezt meg kell csinálni. Tehát azt gondolom, ettől szélesebbet nem tudunk közmeghallgatásba produkálni, mint egy polgármester választást. Az meg jól sikerült. Ha bezár egy gyár, akkor mondjuk az legyen Batáta vagy Mercedes, akkor is ott a munkahelyek szűnnek meg, és ahol azon a településen történik ez, ott kell nekik munkát adni. Ha erre azt mondja valaki, hogy ez a kormány felelőssége, hogy mindenkinek teremtsen mindig munkát, most jelenleg így nőtt a munkahelyek száma. Azzal, hogy hoz ide olyanokat, akiknél lehet dolgozni. Ha azt mondjuk, hogy zárjon be egy gépjárműipar Magyarországon, akkor az nagyon, tehát nem is értem, hogy lehetne ezt kezelni. Szóval ez az állam felelőssége. Az, hogy idehozza, az nem az ő dicsősége, hogy munkahelyeket teremt, az nem az ő érdeme, de ha bezár, ha innen kirakjuk, akkor ezt nagyon nehéz nekem feldolgozni, valahogy, hogy mit kell, hogy ezt hogy értette te ezt? Hát úgy értettem pontosan, hogyha a batátát osztod meg az autót egymás mellé, az egyiknél dolgozik 20, másiknál 20 ezer. Az arány nem jó, nem ugyanaz. A batátagyárban dolgoznak 200-an azon a kis településen, ami nagy létszám, és mindenki oda megy dolgozni, 200 ember, és aztán azt mondjátok, hogy a batátát megszüntetjük, nem dolgozunk tovább, azzal a 200 emberrel mit csináltok azon a kis településen? Csak az a helyzet, hogy a batátát öszik, és arra szükség van, az autóra meg lehet, hogy nem lesz szükség, azért, mert nem robbanó motorost össz, azért, mert elfogy az ásványhoz, van erre. A zöld kérdés volt a kérdés, hogy akkor a zöldekkel harcolunk, hogy akkor most igazuk van, vagy nincs, vagy mennyire van igazuk. Biztos van sok igazság, amit mondanak. De a korral ugye haladni kell, és amikor az első gőzgépet megítették, és az első mozdony elindult, és óránként 20 km-es sebességgel száguldott, 20 km-es sebességgel, akkor voltak olyan szakértők, ma úgy hívnak őket, hogy zöldek, akik nem akartak erre fölszállni, azt mondták, hogy ennél a sebességnél az ember élbe megbomlik. Azt mondom, hogy aztán már megyünk gyorsabban egy kicsikét, nem csak gőzgéppel. Akkor a TGV-n mi történt? Kiderült, hogy azért már a gőz az
széndioxidot termel ugye a mozdony, szóval azóta már túlléptünk ezen, azt gondolom a korral haladni kell, meg kell vizsgálni. Olyan technológiák fognak eljönni, ma is nem is ismerünk. Olyan energiaforrások, amit még sose láttunk, hisz ott az atomenergia, de fog még bármi más előjönni. Nem tudjuk ennek milyen a hatása. Szegény Curie-ek belehaltak ebbe, mert nem tudták. Meg kell nézni. De ezeket már többen vizsgálták. Ezek már működnek, ott a telefon mindenkinek a fülén, látja, hogy mennyi káros, ott a laptop előtte, azzal alszik el. Én azt gondolom, egyre biztonságosabb technológiák vannak. Csak itt az a nagy különbség, hogy az, hogy én a laptoppal alszok el, vagy az otthon az én lakásom, az az én döntésem. Nem én pedig van. Az állam rám erőlteti azt, hogy oda telepítem. Neked nem kell menni dolgozni Debrecenbe az akkumulátorgyárba. Te biztonságos 220 km távolságban vagy. Aki akar ott dolgozni, elmegy és pénzt keres. De az államnak mi akkor is feladata az, hogy az embereknek, az egészségének, a biztonságáról legalább ilyen szinten gondoskodjon. Alaptörvényben van leírva. Alaptörvényben van leírva. Így van. És ennek ellenére azt látjuk, hogy nem kell olyan szigorú szabályozás, hogyha működhet egy ilyen... Melyik része rossz a szabályozásnak? Ez a dél-koreai vállalat itt működhet. Szabtak ki bírságot, hogy megszegték a szabályokat. Szabtak ki bírságot, most már tehát megnézték, és nem betartott szabályok miatt bírságoltak. Tehát van szabály, amit nem tartott be a másik fél. Csak hogy arányos ez a bírság. Hát mennyi milliárdosra fogják emelni a bírságot, és bezárják az üzemet, nem tartja be. Nem ezt szokott történni szerint. Na de tovább lépve, hogy lezárjuk ezt a témát, ti milyen irányba, Ferencnek úgy látom, hogy tetszik a kormánynak az iparpolitikája, vagy legalábbis nincsen olyan sok kritikája ezzel kapcsolatban, de mondjuk Félix, kezdve. Megoldásokat. Azt mondta itt a kedves kolléga, hogy megoldás is kell, nem csak kritika. Várjuk a megoldást. Milyen irányba kéne terelni? Hogyan szerintetek 40-50 ezer munkahely? Milyen irányba terelnétek a magyar iparpolitikát, hogyha... Távoljáljon tőle, hogy én erre a kérdésre választ adjam, mert nem feladatom, úgy ez, hogy én erre a kérdésre bármiféle választ adjak. Nyilván valószínűleg a Németh Ferencnek igaza van, hogy ez a zöldítés minden áron is sok butaság van benne, és sok abszurdum, ami egyszerűen elfogadhatatlan, ezzel egyetértek, hogy meg kellene vizsgálni mindenféleképpen ennek a mind a két oldalát, hogy akkor ennek a zöldítésnek vannak pozitívumai, meg előnyei, meg hasznai, de ugyanakkor nagyon súlyos következményekkel is járhat, hogyha ezt felelőtlenül csináljuk. Csak tényleg itt az a kérdés, hogy én is nekem ez volt a kérdésem, nem az, hogy most a milyen konkrét lépések vannak, hanem egyáltalán ez hogy jelenik meg a politikai közbeszédben, a politika tematizálásában, hogy a magyar kormány mi az, amit fontosnak tart, hogy tényleg ezt akár a magyar, vagy a Kárpát-medence természeti kincseit megőrizzük, hogy ennek irányában milyen kormányzati kommunikációs lépések vannak, ha akár még a lépések szintjéig el sem jutunk. Én ezt hiányolom, hogy én nem tudnám azt megmondani, hogy milyen olyan szakpolitikai lépéseket tervez a kormány, vagy akar, amik kifejezetten zöldek, és a zöldítésbe így beleilleszthető. Péter? Teljesen egyetértek, amit Félix mondott, és nem elhanyagolva, hogy legyen megoldás. Szerintem a nulladik lépés az, hogy a kormánynak azonnal le kell mondani és távoznia, tehát és egy új politikai... És megszűnik a széndioxid kibocsátás. Több mint valószínűleg igen, hogy annyi káros széndioxidot nem bocsátanak ki. Fideszes képviselők. Legalábbis a parlament. Ja, így van, legalább humor szintjén ez el volt. Visszatérve és tényleg komolyra fordítva a szót, tehát nemrégiben volt egy nagyon jó cikke, ajánlom mindenkinek figyelmébe, Baross Gáborról szólt, hogy milyen ipari fejlesztéseket csinálta maga korában. Én azt gondolom, hogy az a példaalkotó, ahogy egy felelős miniszternek el kell járni, tényleg akinek van ideje, és itt a nézőknek is ajánlom, hogy olvass el róla készült összeállítás, hogy milyen rövid idő alatt, mekkora fejlesztéseket egészen le a tengeri kikötőig a vasúti ellátás megoldott a történelmi Magyarországon, tehát egy fantasztikus miniszter volt. Na most ilyen teljesítményt kevésbé látunk a kormánynál, és hát a különböző szakterületeken igazából csak a kudarc beismerését látjuk. Ugye itt most a legutóbbi esemény a igazságügyi miniszter távozás, aki belebukik egy hatalmas korrupciós ügybe, ugye saját államtitkára, a végrehajtói kamarával úgy látszik, hogy egy nagy rulettasztalnak tekintette az emberek pénzét, Varga Judit lemond, és egy hát eléggé gyenge szereplőnek mondható Tuzson Bence lesz kinevezve. Ez egy szép átkötés a zöld politikára azért. Nem csak így. A zöld politikában csak kudarcotok van, most azon kívüli kudarcokat is próbálom összegyűjteni.
Tehát akkor még mielőtt a Ferenc reagálhatna, még gyorsan az Istvánnak megadni a szót ezzel kapcsolatban. Te azt tetted, azt a kérdést tetted föl az előbb, hogy honnan lehetne 45 ezer munkahelyet. 40-50 ezer munkahelyet, igen. Ha az és erre adjak most választ, és igen. Adjunk választ. Földolgozó iparra mindenképpen. Ez a rövid válaszom. A kicsit hosszabb válaszom az, hogy meg kell találni a mezőgazdaság és az iparnak a kellő arányát és a szükséges és követhető és kockázatmentes arányát, és nem pedig 90-10%-ba eltolni az ipar felé. Ezt csak úgy lehet megtenni, ha a mezőgazdaságnak azt a szerkezetét kialakítják, hogy ugyanúgy, mint egy család, mint te, mint egy családfő megpróbálod ellátni a családot, egy város, egy önkormányzat megpróbálja az egyensúlyt megtalálni, hogy mindenki mögéjön, így az országnak az ellátását is meg kell találni. De az nonsens, hogy mindenfélét importból hozunk be, az nonsens, hogy mindent kiviszünk innen. Szegediek vagytok mindannyian. 26 cég volt itt Szegedön, aki a földolgozásban és a különböző KTS-ökben, mifenékben részt vett, és látta el a szükségletöket, és dolgoztatta az embereket. Most ez abszolút nincsen így. Abszolút, ez hiányzik. Ez kellene, és ezt a mi Viradat programunk tartalmazta, akkor, amikor a választások voltak egy évvel ezelőtt, akkor, hogy a ti a választási programban mit ajánlottatok és mit tettetek, az a ti dolgotok, mi ezt ajánlottuk, de a földolgozó ipar mindenképpen a kézművességnek a helyreállítását. Csak jöjjünk befele a Bajai úton például, ugye mik voltak ott? Ott volt egy téglagyár, utána volt egy szőrmeüzem, aztán még ez, meg az, meg amott bejövünk a konzervgyár, ott volt, semmi nincs már. Ezek mind nem, ez a rendszerváltozás áldozat előtt, az európai csatlakozás áldozat előtt. Az, hogy mit írnak elő nekünk Európába, egyre nagyobb fityet hány a magyar ember. Megmondom őszintén neked. Mert az, hogy elkezdik megzárni azokat az embereket, akikre azt mondtad az előbb, hogy a Mihályfi Béla segített elintézni valóban. Nem, azt mondtam, hogy sokat dolgozott benne. Sokat dolgozott benne, de nem ő kezdte. Ez 2017-ben ásott halom. Ez egy régi kezdtük probléma, el. Ez egy régi probléma, a víz így van. 2017-ben ásott halom kezdte el, utána most a Mi Hazánk ehhez csatlakozott, amikor felvetettük, hogy ez a moratórium mi lesz, és hogy 2023. december 31-ig ezt nem lehet teljesíteni, se a kormányzat részéről, se a Nemzeti Földügyi Központ részéről, ezért aztán belátták azt, hogy ilyen eszemen törvényt, amit pedig a Fidesz hozott, emlékeztök rá, 2015-ös törvényről van szó, a Fidesz hozott, meg ezt az egész kútfölmérést is, ez ellen most föllépött és mellénk állt valóban Mihályfi Béla. Köszönet a fideszes képviselőknek, akik mellé álltak, és leszavazták azt, amit ők korábban megszavazták. De mi tiltakoztunk ez ellen, és ez egész pontosan így van. És az, hogyha azt kérdezett, hogy mi a fönnmaradás, és milyen irányba fejlődjön az országunk, meg kell találni azt az arányt, amely a különböző ágazati szektorok eredménytermelő munkahely szükséglete és a jövő optimalizálására épül. Ferenc, mivel már így is nagyon szorít az idő, ha röviden. Röviden akkor zöld politika. Múlt hét pénteken volt Szegeden közgyűlés, és elfogadtunk egy ilyen környezetvédelmi programot, amit a zöld tanácsnokunk megcsinált. Ennek a lényege, mint zöld politika, nagyon egyszerű, és nézegetem éppen, hogy lezárjuk a rakpartot, hogy ne közlekedjenek ott, biztos nem fognak többet gurulni, nem lesz több a kifogógáz szerintük. Az utcákat egyenesítják, még több utcát zárnak le, kintet tolják az autókat, még több kerékpár jön be. Tehát irracionális, amit javasolnak. Ettől nem lehet közlekedni, nem megoldás, ettől nem lesz zöldebb a város. Attól, hogy az rakparton nem fogok gurulni kocsival, attól nem lesz ott a fű. Legfeljebb majd így után kijön az. Tehát egyszerűen nem látom az értelmes dolgot ebbe, amit Szegeden ez az önkormányzat csinál, ahol én vagyok kisebbségbe, és a kasszához nem nyúlok Péter. Tehát ebbe az önkormányzatba, ugye oligarchasztál és tisztelettel is azt mondtad, hogy itten lopunk, mert mit tudom mi van. Ebbe a helyzetbe ez egy önkormányzati pozíció, ahol vagyok. Bemegyek, évente 6-szor van közgyűlés, aztán a bizottságból még küzdünk, de a kasszánál mi nem vagyunk.
ott jelenleg az a cégek vannak, ahol jó. Te dolgozol, Péter, ne haragudj, úgy tudom, te egy önkormányzati cégnél dolgozol pillanatnyilag, és jelenleg az önkormányzatnál a többségben lévő és az ott a cégeknél alkalmazott személyek férnek hozzá a kasszához. Én nem. Én azt tudom, hogy az ott lévő tanácsadók... És a kincstárnok vagyok, tehát ez de azt van. Mondom, hogy ott vannak olyan, akik politikai pozícióban kerülnek, és olyan sportállásokat kapnak, amivel nagyon ki tudják magukat húzni ott belül, tehát rengetegen vannak, de jelenleg... Milyen sportállás? Hát nem tudom, nem tehát tudom. Tehát most a Dajs Tamás, MTK elnök, meg ilyenekre gondolsz, hogy mi, Péter, Szegedről beszélek, és azt mondom... Tehát ezek a sportállások felé, amit TAO támogatásokból... Sportállás, még megértettem. Tehát vannak olyan fedőállások, ahol nagyon sok politikai szereplő kap állást, és valójában megpróbál mindenféle pártot építeni. Nem nevezem meg, mert senkit nem akarok megbántani. De én jelenleg képviselőként a tiszteletdíjmegyekben semmi másom nincs onnan. És ha azt mondod, hogy onnan mi viszünk pénzt, mi rávegyültünk arra, hogy hogyan folyik ki a pénzt, hogy vannak túlárazva a beruházások. Érted? Hogy a közbeszerzésnél a mérnöki ártól 50%-kal többre adják a meghívásost, a verseny, mikor kiadják nyíltba, akkor meg 50% alatta van. Iszonyatosan szórják a pénzt a Városházán, mi több egy már indult egy-két eljárás is. Sőt, ha erről beszélünk, képzeld el, még azt is kiderítettük, hogy volt bírósági ítélet, aki mondta, hogy a városházi többség az, aki hűtlenül kezelt. Képzeld el is ítélték őket. Nem minket, hanem azt, aki ott van többségbe. Azt az oldalt, amelyiket te most politikai erősíted, és te vagy az, aki engemet korrupcióval vádolsz Szegeden. Péter, ez nagyon megdöbbentő, amikor a másik oldalnak van ítélete róla, hogy hibáztak és hűtlenül kezeltek a Városházán. Érted? Ez nagyon kellemetlen. Tehát maradjunk a helyi szinten, és értelmezzük azt, ami... Tehát nagyon könnyű pufogni, én sem jövök Brüsszelbe az évakailbel a bőröngyeivel, hogy kihez tartoznak, hanem próbálok itt maradni a talajon, és azt mondani, hogy jelenleg Szegeden nézzük meg, hogy kik hordják ki a pénzt, ki talicskázzák ki. És akkor ki az oligarha? Keressük meg még egyszer. Ezt az oligarha témát, ezt most zárjuk le, és nyissunk meg a legutolsó témát, ami az újszegedi hajléktalan gyilkosságok és az azzal összefüggő közbiztonsági kérdések. És az elején szeretnék a nézőknek felolvasni egy szerkesztői közleményt, ugyanis megkerestem, hát eredetileg a Péter helyére a Mihály Kedvin került volna, aki az Odessa városrésznek a... Próbálok több hajat növeszteni. Odessa városrésznek a képviselője, és megkerestem azzal, hogy mivel nyilvánvalóan az egyik politikai ellenfele is itt lesz, mivel Ferenc, te is Odessa város részben indulsz, nyilván ez egy éles vitát fog generálni, és hát gondolom, hogy te se értesz egyet Edvinnek a munkásságával, úgyhogy lehetőséget akartam a képviselő úrnak biztosítani, hogy adott esetben megvédhesse magát, és itt a közbiztonsági kérdésekkel kapcsolatban, és azt a választ kaptam, hogy szia, én javaslom a rendőrség meghívását, mert gyilkossági ügyekben szerencsére az önkormányzat nem illetékes. És most ne is menjünk bele abba, hogy a MÖTF az önkormányzati törvény szerint egyébként igenis az önkormányzat illetékes a közbiztonsági kérdéseknek a rendezésében, de Ferenctől induljunk akkor, hogy mit üzen a képviselő úrnak a válasza? Azt üzeni, hogy ő már... Pest felé kacsingat, ugye az Momentumnak az elnökségi tagja, őt nem érdeklik a szegediek, és valahol máshogy képzel a jövőjét. Békés megyéből jött, itt tanult, ez itt egy szép dobbantóló deszka, neki ugrik egyet róla, és most úgy látom, hogy neki tényleg vagy Budapest, vagy Brüsszel az, ami a kihívás, arra felé szeretne tartani. Szakmailag pedig hát ez borzasztó, amit ő mond. Tehát az, hogy ott ilyen történik, ugye volt ott nemrégiben, amikor... két hajléktalant ölt meg az egyik hajléktalan, most hárman vertek agyon egyet. Egyébként nemrégiben volt a Székelysőr 21-ben, ahol agyon vertek egy ott lakó nőt, ami ez egy emberről is volt szintén. Ez egy békés környék, és ez úgy eszáll a szűk környékre koncentrál, itt nincs túl messze egymástól. Alig másfél év alatt három alkalommal négy ember halt meg, és azt mondja, hogy ez a rendőrség kérdése, nem érdekli. Nem értem, hogy ebben hogy mondhat ilyet valaki, aki ott abban a térségben lakik egyáltalán. Mindenkit érdekel a környéken, mert ott sétálnak az utcán, ott laknak, szóval ez kell, hogy érdekeljen mindenkit. És mellette nem akarok nagyon szaladgálni, tehát a rendészeti stratégia, alkotmányos alapjai, Finter Géza bácsitól rengeteg van, ami ugye erről szól. A szegedi önkormányzatnak, gyorsan mondom, kellene alkotni a rendészeti stratégiát. Benne volt az SMS-ében, hogy a Szegedi Önkormányzat jogi ügyrendi és közbiztonsági bizottsága megalkotja
majd ezt. Kérem szépen, mikor jeleztem, hogy ez nincs kész, akkor kivették az SMS-ből. És nem kell megcsinálni, a polgármesteri hivatal szerint. Tehát a felelősség miatt mondom, ahol a hajléktalanok az utcán ennyi gondot okoznak, egy szűk rétege, azokkal bajlódni kéne. Miközben a hajléktalanok között nagyon sok szerencsétlen van, tehát meg segíteni kéne. És erre az a megoldás van a hajléktalan kérdésre, hogy bezárjuk a Csanádi utcába a Máltait, és gyorsan eladjuk. Egyébként akik az utcán élnek, mert nem mentek be a Máltaiba kajáért fürdeni, és problémások voltak, továbbra is ott fognak maradni. Ott marad a drogcentrum. És hol kamerázzák be úgy Szegedet? A Laposon fölraknak 4 kamerát városi közpénzből, és nem raknak ki a Máltaihoz vagy a drogcentrumhoz, ahol a drogcentrumnál a gyógyszerosztás napján, amikor jönnek ugye a függők, meg gyógyszer kapnak, akkor jönnek a nepperek, hogy adják, vegyék, és akkor bajlódjanak velük, ott nincs kamera. Igen, a rendőrség fokozottan jár arra ezek a napokon. Beszéltem velük, és partnerek rá. A polgárőrökkel beszéltem, sűrűbben járnak arra. De az, hogy az Edvint nem érdekli ez a probléma, és 20 év után úgy oldja meg, hogy akkor eladjuk a Máltai otthont, de majd valakinek, nem, meg se próbálja megtartani egy közösségi helynek. Akkor költöztesse ki a szerencsétleneket, és csinálja benne egy közösségi helyet. De nem, eladják az épületet is, hogy gyorsan pénz legyen belőle. Már úgy jönnek oda a vásárolni szándékozók, hogy még benne vannak a szerencsétlenek, akiket ott próbálnak gondozni. Az helyi önkormányzatok felelősségéről egy... Tehát annyi, hogy a közszolgálati egyetemen ezt tanítják, hogy kell alkotni egy stratégiát. Ezzel a tanszékkel olyan a viszonyom, hogy mi építettük ezt a tanszéket. Csak felolvasnék egy sort belőle. Krisztián László professzor úrtól vagy. Tehát az önkormányzatok szerepe felelőssége a helyi közbiztonság megteremtésében ritkán felmerülő, meglehetősen elhanyagolt téma hazánkban. Témában leginkább érintett önkormányzati vezetők és képviselők nem rendelkeznek átfogó ismeretanyaggal, és talán emiatt a felmerülő helyzetek megoldását gyakran igyekeznek a rendőrség irányába tolni. Tehát szakemberektől van, akik ezt alkotják, dolgoznak benne, professzoroktól, és egyszerűen nem hajlandó az Edvin beletekinteni abba, hogy mit lehetne csinálni. Össze kéne ülni a rendőrökkel, polgárőrökkel, civil szervezetekkel, úgy, ahogy csinálják a Társadalmon, együtt dolgoznak, azért, mert ott a migráció jelent komoly problémát. István. Igen. Akkor, amikor ez a probléma felvetődött Új-Szegeden, akkor mi is egy pár sajtótájékoztatót tartottunk a Mi Hazánk részéről, és valóban egy élő probléma, amely az ott élő embereket zavarja, az ott élő emberek életbiztonságát, létminőségét befolyásolja. Engedjetek meg, hogy elmondjak egy példát arra, hogy hogyan lehet kezelni egy ilyen jellegű problémát. Akkor, amikor beszámolót tart minden évben a rendőrség és a határrendészet arról, hogy milyen munkát végzett, akkor ugye a bizottságoknak meg kell tárgyalni, a bizottságok javasolják, hogy fogadja el a testület, és utána oda kerül a plénum elé. Ott mindenki elmondhatja a véleményét, és szavazhat úgy, ahogy akar. Ásotthalmon, ugye, mint említetted, a migráció az óriási probléma, példás együttműködés van a rendőrség, a határrendészet, a mezőrök, meg a polgárőrök között. Mégis az eredmény kiábrándító. Mégis azt lehetett mondani és olvasni a rendőrségi határrendészeti beszámolóba, hogy az elkövetett bűncselekmények száma 5-10-szeresére nőtt 4 legfontosabb területen, és ez a mi közbiztonsági deficitünket nem zavarta. Hogy a fenében ez zavarta volna? Ezért, amikor én ezt elolvastam, ezt a beszámolót, elhatároztam, hogy önmagam én nem öt fogok mondani, nem szólok az egyiknek, nem szólok a másiknak, mindenki úgy dönt, ahogy akar. De arra azt mondani, hogy ez rendben van, hogy a határon úgy jönnek át, ahogy akarnak az emberek, a migránsok. Megvárják azt, hogy mikor vannak a váltások. Hát katonák voltunk egy páran, azt hiszem, hogy ha váltás van, nem mindig röggel 6-kor kell váltani, hanem van, amikor eltolt időbe, pláne, hogyha gyakorlaton vagyunk kint, már pedig az egy gyakorlati telep. A lényeg az, hogy először történt az, itt Csongrád megyében, hogy egy rendőrségi és határrendészeti beszámolót nem fogadott el valaki, ez én voltam. Vállaltam azt a felelősséget, ami ezzel jár, meg azt a vegzatúrát, ami esetleg elébe nézek, de nem érdekes, mert az a lényeg, hogy az ott élő emberek és abban igazadban az ott élő embereket kell szolgálni, az ő biztonságukat. Az az első, hogy az, aki ott lakik x ezer ember, az röggel, amikor elmegy, utána biztonságot tudjon hazatérni, és a gyerekeit nevelni, stb. Élni az életét. Mi nálunk ezt nem tapasztaltunk, és egy példát mutattunk arra, vagy mutattam arra, hogy nem öt lehet mondani, és föl lehet rázni azokat, akik ilyen számokra azt mondják, hogy nem okoz közbiztonsági deficitet. A gazdáknak kárai vannak, havi 5-10 millió forintos gazdáknak okozott migráns kár van. A
Tegnapi napon 2 gyújtás erdőtűz volt, amit gyújtottak, hogy migránsok, én nem tudom még, de hónap azt is tudjuk, de egy biztos, tavaly 4 ilyen eset volt, amit a katasztrófa védelem nem volt hajlandó elfogadni, hogy migránsok által okozott kár, mintha Újszegedő nem fogadnák el, hogy nem tudom, a hajléktalan, hogy agyonverték egymást. Van migráns, dehogy azt mondták, nem. Ez áll probléma. Dehogy nem. Ez nem. Igen, ez ha valaki mondja, az nem mond igazat, mint ahogy ezt te is csak úgy most természetesen viccből mondtad, hanem igenis, ott háborús állapot van. Igaz, erre azt mondták az ukránok, menjünk el oda, mert ott van háborús helyzet, de én azt ajánlom azoknak, akik azt mondják, hogy nincs migrációs probléma, jöjjenek oda ásotthalomra. Töltsenek ott egy-két nyugodt éjszakát el. A lényeg az, hogy kezelni ezeket a jellegű problémákat, igen, összefogással lehet, de akkor, amikor ilyen adatok jönnek ki, arra viszont nem kell tudni mondani. Péter. Még mielőtt rátérnék a lényegre, tehát most hát tényleg elég volt Feri ebből a személyeskedésből, amit csinálsz. Tehát neked az a bajod, hogy fejlesztő szakemberként a városfejlesztő cégével dolgozok. De akkor térjünk rá arra, amikor én önkormányzati képviselő voltam, és a Mastérnél voltam, tudod, felügyelő bizottsági tag, akkor a te egykori cégednek akkora volt a bűnlajstroma, mint ez az asztal. Tehát ezt azért tisztázzuk, hogy ki hogy bánt azért a városi pénzekkel, tehát olyannal ne vádolja, ami alaptalan, meg és akkor ennyit arról, hogy ki az oligarra, meg ki hogy tüntetett el pénzeket. Az átlátszó.hu-n egyébként minden ezzel kapcsolatos dolgot el lehet veled kapcsolatban olvasni. Tehát szerintem ezt itt hagyjuk is abba. Rátérve a mostani dologra, és nem tudok átváltozni Mihály Kedvinnél, még ha engem hűtem meg, és a rendőrségért se tudok átváltozni, bármennyire szeretnék is, hogyha ez volt a képviselő úr kérése. Én azt gondolom, hogy rendvédelmi feladatokkal minden egyéni képviselőnek, körzeti képviselőnek illik foglalkoznia, de egyébként bárkinek, aki képviselő. Én például, amikor nem voltam egyéni képviselő, listás képviselő voltam, akkor volt az a 15-ös nagy migrációs hullám, amiről nagy előszeretettel beszél itt akár Feri is, vagy a Fidesz részéről, de emlékszem azokra a felszólalásokra, amikor engem ott a közgyűlési teremben még kiröhögtetek, hogy most ki hogy néz és mit nevez A problémának, az megint nagyon visszályos tőletek. Akkor én nem voltam ment a közgyűlésbe, csak jelzem. Nem, a hátam mögött ott ültél, mert akkor külső bizottsági tag volt, de teljesen mindegy Feri egyébként. Ahogy ebbe a témába farizeus módon viselkedtek. Jó, hagyjuk is ezt abba, tudjuk, mi Magyarországon megvéditek, tehát egy ilyen crusaderekké átváltoztak, és tudjuk jó, hogy keresztes lovakként megvéditek Magyarországot. Tehát, mi nem változunk át, Péter, ne nyissuk újra, urak, ne nyissuk újra ezt a személyeskedős részt, ezt hagyjuk magunk mögött, és maradjunk itt a közbiztonságnak a kérdésénél, mert így is nagyon fogy az időnk, illetve már kicsit túl is léptünk rajta. Témáknál, és akkor maradjunk ennél a körzetnél. Említetted a Székesőr 21-et. Igen. Voltál bent valaha? Én akkor bent voltam, amikor drogosokkal volt teli az a ház. Na csak ennyit. És én képviselőként mentem. Péter, ott lakik a nagynéni, és bejárok azt, minden nap. Ti milyen munkát végeztek? Ott lakik a nagynéni, én bejárok minden nap. Igen, akkor tudod jól, hogy milyen problémák voltak ott, hogy teli volt drogosokkal. És bármit tettetek? Akkor hiába volt, akkor is kormányon voltatok, rendőrkapitány röhögött, akit ti neveztek ki. Péter, ezzel az épületben volt portás, bocsánat, biztonsági nem, őr. Már nem volt portaszolgálat. Nem, nem, az IKV levette már akkor a portaszolgálatot. Az IKV a botkalászló többségével megszüntette a portaszolgálatot. 2000-ben vezették be a portaszolgálatot, és amikor botkalászlónak lett többsége, akkor megszüntette a portaszolgálatot. Abban a házban lenne portaszolgálat, akkor igen. Nem lenne fölgyújtva évente Feri, háromszor. Így van, nagyon jó, hogy emlegeted az IKV-t, mert volt egy olyan igazgatója, tudod, aki Tápai Péternek hívtak, és irgalmatlan mennyiségű pénzt tudott eltüntetni. Tehát ennyit a Fidesz áldásos tevékenységéről. Péter, most olyanokat mondasz, amit kamera vesz. Kérlek, mondd ki, hogy a kamerában mondd azt, konkrétan, hogy ilyen történt, te tudod, hogy valaki ott számtalan adateltűnések vannak abból a korban, amit nem lehet. A kamerában, hogy tudsz ilyen ügyet konkrétan. Konkrétan? Péterre bárkire rá is mondhatsz, azt mondod, tudsz ilyet konkrétan, mondd a kamerában, és találkozunk a bíróságon, biztos lesz benne. Jó, nézzünk meg. Konkrétat mondjál, konkrétumot. Nézzünk meg, hogy mekkora vagyonvesztés lépett fel. Konkrétumot mondjál. Ott vannak a számok. Feri, nézd már meg, hát akkor miért képviselő, az Isten áldjon meg. Akkor
Hát nagyon nehéz összefoglalni, hogy miről szólt ez a vita, mert hát nagyon szerteágazó, és tényleg borzasztóan izgalmas is volt, meg hát néha eléggé heves és indulatos, de nagyon szépen köszönjük a kedves nézőknek, akik a végéig kitartottak, és nézték az adást. Hát erre a hétre ennyi volt a Meccéspont. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, akik velünk tartottak. Sziasztok!